Ezrek utaztak ma a Pákozdi Pagonyba, hogy részesei lehessenek a Denso családi napjának. A japán vállalat idén ünnepli fennállásának 25. születésnapját, ezért nagyszamású programot szerveztek annak érdekében, hogy a gyár dolgozóival és hozzátartozóival közösen ünnepelhessék meg a jubileumot. A szabadtéri rendezvényen kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat. A napot az Alma együttes koncertje nyitotta meg, de színpadra lépett a nap folyamán a Bakosi Brothers is. A Denso elnöke munkatársainak mondott köszönetet az elmúlt 25 évért, majd kiemelte, az autóipar paradigmaváltás előtt áll, amit ez a csapat kitartó munkával le tud küzdeni úgy, hogy mindenki profitálhat belőle. Az alpolgármester hálás azért, hogy a gyár annak idején bízott a városban, és ma már Székesfehérvár egyik legnagyobb foglalkoztatójává vált, így óriási része van a város fejlődésében. Ráadásul, mint Mészáros Attila fogalmazott, a Denso a társadalmi felelősségvállalásból is kiveszi a részét. Hála és köszönet egyrészt a Denso Magyarország Kft.-nek, hogy 25 évvel ezelőtt bízott Székesfehérvárban, bízott városunkban, és itt hozta létre azt a gyáregységet, amely ma a város egyik legnagyobb foglalkoztatója. És hála is köszönet önöknek, akik pedig nap mint nap tesztek azért, hogy egyrészt a gyár elvárásait teljesítve termeljenek, dolgozzanak, tegyenek a gyár fejlődésért, és ezzel együtt pedig Székesfehérvár fejlődéséért is. 93. alkalommal rendezték meg az ünnepi könyvhetet. Az országos kezdeményezéshez számos izgalmas kulturális programmal, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel csatlakoztak a székesfehérvári könyvtárak és a Vörösmarty Társaság. A Bartók Béla téren a könyvheti piknik megnyitóján Lerner Zsolt alpolgármester kiemelte, Székesfehérvár városa büszke a könyvheti rendezvényre. Ezen a napon ismét bebizonyosodott teli találat, hogy a Bartók Béla teret közösségi térként bevonják a könyvheti rendezvényekbe, hiszen az ikonikus helyszín és a számtalan program felhűtlen kikapcsolódást nyújtott az olvasás barátainak. Gondolatok olvasása gondolatokat ébreszt, tehát ezt elmondhatjuk. Másrészt meg azért, mint ünnep formájában, milyen jó lenne, hogyha ha minden nap ünnep lenne, könyvünnep lenne, és sokan olvasnának, teljesen mindegy, hogy nyomtatott formában vagy e-book formájában, de nagyon fontos, hogy olvassunk. A civil központ adott otthont annak a nagy érdeklődéssel várt könyvbemutatónak, amely a felvidéki költőlegenda Fellinger Károly Lélekpogáns című új kötetét volt hivatott bemutatni. Az irodalom barátai Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke és alelnöke P. Maklári Éva moderálásával ismerhették meg a kötet megszületésének indítatását. A Lélekpogáns, mint egy keresztmetszete Fellinger eddigi költői pályaképének, bepillantást engedve az olvasót az alkotó gondolatvilágába, megerősítve az alkotó az emberi értékeket szent háromságként magasba emelő és fénnyel övezett megnyilvánulásainak megértését. Itt megjelent kötetemre is az a jellemző a Lélekpogáncsra, hogy olyan verseket tartalmaz, ami lehet, hogy nem a legnagyobb verseim, de viszont ezek a versek őszinték, őszinte szembenézések önmagammal, a világgal. Tehát mindig azt mondom Bobori Zoltánnak, hogy a várba írni azt jelenti, hogy a legkényesebb témákat is el lehet hozni. A Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium hangverseny termében rendezték meg azt a koncertet, ahol az iskola tehetséges fiataljai tettek hitet a klasszikus zene mellett. Foris István, az intézmény igazgató helyettese és tanára számára különleges volt ez az este, hiszen kiemelkedő kvalitású családtagjai mellett növendékei is megmérettettek. Mindenképpen nagyon fontos, hogy a gyerekek, amit tanulnak órákon, négy fal között, vagy otthon gyakorolnak négy fal között, azt megmutathassák a szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek. Mindenképpen a pedagógiai folyamatnak egy fontos állomása az, amikor a gyerekek közönség elé állhatnak. Természetesen izgulva és kéztördelve, remegve néha, de nagyon fontos, hogy megmutathassák a tudásukat. És a nagyobbaknak, akik meg a pályán már jóval előrébb tartanak, nekik egy nagyszerű lehetőség az, hogy a következő nagy megmérettetés előtt kicsit szabadabban előadhassák a műsorokat.